Januártól birtokba vehetik a bölcsödét a gyermekek Tiszatelken. 24 férőhelyet biztosít az intézmény, ezzel is segítve a szülők mihamarabbi munkába állását. A toppos pályázatnak köszönhetően új munkahelyeket is teremtettek. Tiszatelken most építettünk egy bölcsődét, egy 24 férőhelyes bölcsődét, aminek az átadása megtörtént. Január 1-től fog beindulni. Bízok abba, hogy a gyerekekkel meg fog telni a bölcsőde, hisz az iskolánk nagyon népszerű. 218 gyerek van iskolánkban, és az óvodánk is teltházban. Az óvodánk is 60 férőhelyes, és 60-an vannak, úgyhogy bízok abba, hogy a bölcsődének is meg lesz a kihasználtsága. A sportpálya mellett zajlik egy korszerű, jól felszerelt játszótér kialakítása is, amely szintén várja majd a kisgyermekes családokat a közös szabadidő eltöltésére. Most épül egy játszóterünk a sportpálya mellett, ez 12 millió forintos beruházás, ezt a Líderbe pályáztuk, amit megnyertünk. Bízok benne, hogy fogják élvezni a gyerekek. Tiszatelek új szennyvízhálózata, a szociális és oktatási intézmények fejlesztése mind arra szolgál, hogy még élhetőbb körülményeket biztosítson az ott élők és a városból vidékre költöző családok számára.